bizottságnak a tagjait bemutatnám. Lányi András egyik opponens, Vári a másik opponens, Molnár Gábor a Kaposvári Egyetem docense a külső tag, Brazsák Gergő, aki mint általában most is titkári funkciókat fog betölteni, magam meg Cseppeli György vagyok, én vagyok az elnök, tehát igyekszünk ebben az összetételben lebonyolítani ezt a védést. Az derül ki, és ezt kutatásomban részletesen is bizonyítom, hogy elsősorban az előnyök és a kockázatok megítélése határozza azt meg, hogy mit is gondolunk az atomenergiáról, hogyan viszonyulunk a fejlesztés kérdéséhez, hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy uránból, illetve atomenergiából villamos energiát állítunk elő, és erre alapozzuk adott esetben egy országnak a villamos energia ellátását. Diskurzusban résztvevő szereplőknek legyen meg az önreflexióra való képességük. Legyenek képesek a saját gondolataikat értékelni, ha szükséges felülvizsgálni, felülbírálni. A második nagyon fontos elem ennek az információs egyensúlytalanságnak a megszűnése. Rendkívül nehéz úgy egy diskurzust folytatni, és erre az atomenergia nagyon jó példát hoz, hogyha alapvető egyensúlytalanság áll fönt az információ gazdák és az információ gazdákon kívüli körök számára. És végül a harmadik fontos, és most a hatból csak hármat emelek ki, egy diskurzus nem létezhet, és természetesen ez Dahlberg részletesen kifejti, nem létezhet monológok összességeként, hanem az a képesség, hogy reflektálni, reagálni tudunk a másik véleményére beépíteni, ez elengedhetetlen eleme annak, hogy valódi nyilvánosság és a nyilvánosság előtt zajló diskurzus jöjjön létre. Talán legplasztikusabban Castells műveiben fogalmazódik meg, és ami egy teljesen új típusú társadalom szerveződés, az úgynevezett hálózati társadalom megalakulásáról ír. Ennek van egy óriási következménye az atomenergia diskurzus számára is, és ez pedig az, hogy ha a diskurzusról esik szó, akkor mindannyian egyenrangú szereplői vagyunk ennek, hiszen saját magunk is rendelkezünk médiafelülettel, tudunk ebben a témában kommunikálni. A médiának megszűnik az a szerepe, vagy legalábbis töredékére esik vissza az a szerepe, amikor a legjelentősebb egyedi véleményformáló eszköz lehetne. A nyelv szerepe és a média szerepe ahhoz is hozzájárul, hogy mindannyiunkban egyfajta kép alakul ki például az atomenergia kérdésköréről, például arról, hogy a paksi bővítésről mit gondolunk, és ez vezet oda, hogyha bizonyos narratívák uralkodóvá válnak, hogy egymással párhuzamos valóságok jönnek létre, ennek megfelelően alakítjuk ki mindannyian azt a fajta szűrőrendszert, azt a mechanizmust, amivel az erre vonatkozó információkat összegyűjtjük, és ez vezet oda, hogy ugyanarra a kérdésre, vagy ugyanarra a szóra, hogy paks teljesen más asszociációkat ébreszt bennünk. A politikai diskurzus elemzését ebben a bizonyos 3,5 éves időszakban több mint 200 parlamenti beszédnek az szövegelemzésével végeztem. Meggyőződésem, hogy felállítható egy úgynevezett kockázat észlelési index, ezt én Risk Perception Indexnek neveztem a disszertációban, ami arról szól, hogy megrajzolhatók, én ezt pártokra alkalmaztam, de meggyőződésem, ez bármilyen szervezetre vagy adott esetben magánszemélyre is érvényesíthető, megrajzolható egyfajta kockázat észlelési profil, ha úgy tetszik, az, hogy ezt, hogy egy adott időtávon keresztül ismétli vagy folytatja az ember rendszeresen ismételt kutatások formájában, meggyőződésem, hogy nyomon követhető, hogy az egyes pártok például ebben az esetben pakssal kapcsolatos narratívája változott-e, vagy hogyan változik az évek során. Árhusz kerekasztal, illetve munkacsoport munkáját helyeztem ennek a szakmai diskurzus vizsgálatnak a középpontjában. Egy olyan intézményrendszerről szól, ami az egyes európai országokban a környezeti jogokhoz való hozzáférést biztosítja szervezeteknek, illetve a szervezeteken keresztül a lakosságnak. Ennek az Árhusz kerekasztalnak a munkájába tudtam szűk 2 évre bekapcsolódni moderátorként, és ez lehetővé tette azt, hogy a szociológiai kutatás, empirikus kutatás egy fontos elemét, a résztvevő megfigyelést alkalmazzam. Hogyha feloldhatatlan egyensúlytalanság áll fönt az egyes résztvevőknek az információhoz való hozzáférése nyomán, akkor óhatatlan az a helyzet alakul ki, hogy egyes résztvevők, egyes szervezetek tudnak olyan dolgokról, amikről mások nem, és hogyha nincs készség arra, hogy ezek az információk másokkal megosztásra kerüljenek, akkor
megint csak a Dahlbergi diskurzus elméletre utalok vissza, lehetetlenné teszi egy ilyenfajta diskurzus létrejöttét. Az állapítható meg, hogy ismét csak az előnyök és kockázatok kérdéskörre utalok, teljesen más típusú előnyökről és teljesen más típusú kockázatokról esik szó. A cikkekből kirajzolódik, hogy azok, akik előnyökről beszélnek, elsősorban egy megvalósult vagy megvalósulásban lévő atomenergia projekt előnyeiről beszélnek, és ennek megfelelő gondolkodásban egyfajta lineáris és egyfajta nagyon szűkített keretrendszerben vélik érvényesíthetőnek a gondolatkörüket. Az ellenzők és a kritikus hangvételek sokkal inkább egy rendszer szemléletű megközelítést tükröznek, amely egy ilyenfajta program számos más vetületét is igyekszik előtérbe helyezni, az atomenergia kérdéskörét teljes ciklusában elemzi, tehát ezek azok a szereplők, akik az uránbányászattól kezdve egészen a nukleáris hulladék feldolgozásának, elhelyezésének és tárolásának több százezer vagy tízezer évre rugó problémakörét is ebbe beleértik, és ennek megfelelően lényegi eltérések fakadnak, amelyek megjelennek a média szövegekben is. Hozzáteszem, ezek a lényegi különbségek 2012-ben nem voltak érzékelhetően markánsak, 2013 végén már megfigyelhetővé váltak, és aztán az előbb említett tavaly januári, tehát egy évvel ezelőtti aláírást követően pedig exponenciális módon meg is jelentek. Lényegesen megváltozott a média viselkedése, ami korábban szinte elképzelhetetlen volt, egy médián, egy cikken belül egymással ütköztetett álláspontok, eltérő nézetek megjelentek, én ezt egy óriási dolognak tartom. Természetesen tudjuk jól, hogy mindez, hogyha nem egy döntést követően, hanem egy döntést megelőzően történt volna, akkor az egésznek hát lényegesen más értéke vagy hasznosítási értéke lett volna. Számos olyan elem létezik, és ez a közvéleménykutató cégek eszköztárában rendelkezésre áll, amivel egy adott kutatás eredményét befolyásolni tudják. Egészen odáig megyek, hogy miután ennek kommunikációs céljai vannak, manipulációs célokra is használhatóak. Tehát abban az esetben, ahogy, és akkor itt most mondok olyan példát, ami szerintem mindenki számára egyértelmű, abban az esetben, amikor a 2011-es fukushimai atom balesetet követően rá egy hónapra készül egy felmérés arról, aminek az első kérdés az, hogy ön fogyasztana-e Japánból származó élelmiszert, majd ezt követően rátérünk arra, hogy az atomenergiát megítéljük, ez egyébként egy valós példa, tehát nyilván teljesen más eredményt kapunk, de ugyanígy, ha mondhatom ezt a másik oldalról, szintén tudnám idézni kedvenc kérdésemet, amely minden évben elhangzik a TNS Hoffman kutatásában, és ez pedig így szól, hogy ön egyetérte avval, hogy Magyarországon atomerőmű működik. Erre rendre a válaszadók 74-75%-a igennel válaszol, hiszen ez természetesen egy cáfolhatatlan tény, viszont a kommunikációban ez úgy jelenik meg, hogy 74-75% támogatja az atomenergia működését, vagy az atomenergia hasznosítását, az atomerőmű működését. Mondanom se kell, hogy nagyon jelentős csúsztatásról van szó. De nem nagyon van olyan ország ezen a palettán, egy-két kivételtől eltekintve, aki az atomenergiával, vagy amely az atomenergiával kapcsolatos álláspontját ne változtatta volna hosszú évek során, egészen odáig menően, hogy egy példát mondjak, Svédországban 1979-ben kötelező érvényű népszavazás eredményeként döntés született az atomenergia kivezetéséről, 20 évvel később ezt egy parlamenti határozattal írták fölül, tehát nem újabb népszavazás, parlamenti felhatalmazással viszont ez a döntés lekerült a napirendről. Minden irányban vannak mozgások, jelenleg kivezetési döntés van életben, például mondjuk Belgium és Spanyolország esetében ennek ellenére nagyon komoly lobby harc zajlik azért, hogy ez megváltoztatásra kerüljön. Ennek fényében érdemes szemlélni azt is, hogy mondjuk a közismert példa Németország ugye miről döntött. Mindezt annak hangsúlyozására szeretném jelezni, hogy miközben, és itt egy kicsit ki is lépek a keretek közül, de miközben mindannyian azt gondoljuk és úgy érzékeljük, hogy Paks esetében egy végleges döntés született, és nyilvánvalóan a döntéshozók fejében ez így is van. Ennek ellen azt gondolom, hogy a példák viszont azt igazolják, hogy atomenergiaügyben, amelyeknek az időtávja sokszor 50 év vagy 100 év, nem feltétlenül lehet mindig végleges döntésekről beszélni. Folyamatban van az, ahol már nem párhuzamos valóságokról beszélünk, hanem a valóságok millióiról beszélünk, ahol mindenkinek az egyéni valóságképe határozza meg azt, hogy egy adott témáról mit gondol. És persze ezek bizonyos struktúrákba berendeződnek, és bizonyos mintákat követni fognak. De az atomenergiával kapcsolatban nincsenek végleges döntések.